Napjainkban az állatvédelmi tevékenységek egyre nagyobb szerepet kapnak a társadalomban. Sajnos egyre gyakrabban hallani bántalmazott, rossz körülmények között tartott háziállatokról. Korábbi adásunkban már bemutattuk Bambi és nevelő mamája, Marianna Schallenberg különleges kapcsolatát. A grófnő hatalmas állatkedvelő hírében áll, és igyekszik minél szélesebb körben felhívni a figyelmet a felelős állattartásra. Ezúttal saját otthonában látogattuk meg négy lábú kedvencei körében. A nagyszüleim Hortobágyon éltek, és sok állatuk volt. Nagyon sok időt töltöttem ott, nagyon-nagyon szeretem az állatokat, pici korom óta. És nagyapám nagyon-nagyon várt mindig, hogy jöjjek a szünetben. Az egyik szünet előtt írt nekem egy levelet, hogy nagyon-nagyon várunk rád, de légy szíves, ne hozzál cicát magaddal. Ez előző nyáron 17 cicát szedtem össze, amiket utána nekik kellett tovább nevelni, mert nekem vissza kellett menni Budapestre. Pici korom óta ugráltam a csikók alatt, fontam a tehenek farkát, kutyákat, le akarták a malacot vágni, kiengedtem az utcára. Tehát valahogy nagyon-nagyon együtt éreztem az állatokkal, és nem akartam sose a halálukat, csak a jólétüket, a boldogságukat. És mindig éreztem, hogy valahogy találkozunk lélekben egymással. Ő Piccolo, őt Szerbiába találták az állatvédők, csont és bőr volt, hát ő már nem élte volna utána a telet túl. Fuxi, hát egy nagyon-nagyon nehéz gyerekkora lehetett és fiatalkora, csont és bőrként került hozzánk. Kapi, az uram találta Kapuváron a vonacsineken. Meg kell gondolni azt, hova, miért akarok egy kutyát. Nem minden kutya képes arra, amire én gondolom, hogy jó lesz. Tehát vannak ölebek, azok ölebek. Vannak házőzők, amik házőzők, vadász, vadászkutya. És tulajdonképpen, hogyha én veszek egy vadászkutyát magamhoz, ami tulajdonképpen úgy gondolom, hogy házőző lesz, nem lesz házőző, de biztosítanom kell neki, hogy azokat a tulajdonságait, ami tulajdonképpen vele született, ki tudja élni. Azon kívül vannak, akikre azt mondják, hogy vérebek, vagy milyen szörnyűséges kutyák, nem. Komondorokra is azt mondják, hogy vérebek, meg szétszednek mindenkit, ahogy tartva vannak. Amit egy állat megkap tőlünk, sokszorosan adja vissza. Jó példát lát, boldogságot lát, többszörösen adja vissza. Ez nem csak a kutyákra, a lovakra, minden állatra jellemző. Ehhez fel kell nőni. Sajnos ehhez fel kell nőni. Tehát én úgy látom, hogy még a mai világban, nem tudom, hol vannak elakadva, de egészen egyszerűen van egy kutya, van. Elüti az autó, elüti. Ugyanúgy a cicát. Ha ló éhezik, vagy nincs lekefélve, amihez nem kell temérdek pénz, hogy lekeféljek egy lovat, vagy egy tehenet. Csak a két kezem és egy kefe, és csináljam meg. És a ló, tehén, vagy akármelyik állat jobban érzi magát. Nagyon sok embernek itt mondtam, hogy te befeküdni egy ilyen istálóba? Mert egészen egyszerűen kimentem, és azt mondtam, nem, újból megcsinálod. Tehát ez most nem azt jelenti, hogy én csak dirigálok itt, ha kell, akármit megcsinálok. Szeretném azt látni, hogy nem kedvtelésből, nem azért, hogy azt mondjam, hogy nekem most egy ilyen kutyám, vagy egy ilyen cicám van, vagy egy ilyen lovam van, hanem azért, mert szeretetből szeretnék egy olyan állatot, aki felé úgy érzem, hogy tisztelettel,
kötelességgel, becsülettel tartozom, hogy egy méltóságos életet éljen. Erre minden élőlénynek megvan a joga. Embernek, állatnak egyaránt. Ezt példával, példamutatással és csak szeretettel lehet továbbadni.